Na jó, ezt majd máskor mondom el. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó egy újabb barangolás Ázsiában rész lesz, ugyanis most egy tajvani szerzőtől olvastam egy egészen friss megjelenést, hanem tényleg elég friss, mármint nem elég. Na, Matilda, nem elég friss. Szóval kb. Ilyen júliusi megjelenés, és ugye most már szeptember eleje, szóval ilyen egy hónapon belül van. Ez pedig nem más, mint Judy E. Lynn-től a méreggel átitatott varázslat, ami a... Nincs rajta a... sorozat cím, de hogy ez egy duológia egyébként, egy duológia első kötete, és ez most jelent meg. A 21. század kiadónak ez az új, nem is tudom, imprintje, Next Generation-ös sorozata, és ez egy ilyen, hát nagyon kis szép eldekorált könyv. Én mondjuk speciál nem érzem annyira ezt az eldekorált dolgot, ami itt nálunk is beindult, mármint szépnek szép, csak nekem az esztetik, amikor mondjuk föltartom a könyvkupacot, és ugye kifele szoktam tartani a könyvkupacot, és bántja a szemem, mikor az eldekorált könyv elrontja a szép fehér sort, na mindegy. De hogy egyébként gyönyörű ez a könyv. Tehát így a borító mintája van körbe, és ugye a borító is nagyon szép egyébként. Ez a történet, ez egy fantasy, egy ilyen ázsiai fantasy, vagy ázsiai szubkultúrás, tehát ázsiai fantasy, maradjunk annyiban, na. Igen, ugyanis a ilyen keleti hiedelemvilágon alapszik, illetve a kultúrán alapszik, és a főszereplőnket követjük Ninget, néven Móriám, az kegyetlen, és egy felének szerintem nem tudom kimondani a nevét, de hogy így félúton a könyvben egyébként rájöttem, hogy van benne kiejtési guide. A helynevekre is, a szereplőkre is, mindenre is van kiejtési útmutató benne. Ami egy tök hasznos dolog, mert nyilván én, aki sose tanultam japánul, vagy kínaiul, vagy hasonló ázsiai nyelven, nem tudom, hogy mi a megfelelő kiejtési mód rá. Csak hát így is, hogy a könyvfele után már nem lapozgattam vissza, hogy akkor hogy kell kimondani a neveket. Szóval a főszereplőnk Ning, és az a kiindulási alap, hogy ő egy ilyen az anyja volt egy Shenongshi, akik ilyen tea mester varázslók, hogy ilyen nagy kultúrája van a tea főzésnek, és a tea főzésben van varázslat. És nemrég volt egy ilyen mérgezés, vagy folyamatban van egy ilyen mérgezés az országban, ami a teában van, ez a méreg, és egyszerűen nem tudják meggyógyítani a megmérgezett embereket, és Ningnek és a testvérének is az anyja nemrég meghalt, a testvére pedig haldoklik ugyanebből a mérgezésből. Hirdetnek egy ilyen Shenong versenyt, amiben nagyon remélem, hogy ezt nem mondom egyébként rosszul, ezt a Shenong cuccot. Kb. Jól mondom szerintem, na mindegy. Szóval hirdetnek egy versenyt, amire alapvetően a húgát hívják meg, mivel ő volt az anyjának hivatalosan a tanítványa, de mivel a húga beteg, ezért ő megy el, és azért megy el erre a versenyre, mert aki ezt a versenyt megnyeri, annak lehet egy kívánsága a hercegnőhöz, és akkor nyilván a legjobb orvosokat kérni, hogy hát ha meg tudják gyógyítani a húgát ilyen utolsó vak reményében, mert már nincs sok ideje hátra a húgának, és tényleg próbál már mindent. Közben pedig bűntudata van, mert alapvetően ő készítette el azt a teát, ami végül megmérgezte a húgát, meg az édesanyját. Tehát nem ő mérgezte meg őket, de hogy ő adta a kezükbe azt a teát, és hogy nem vette észre a jeleket, és ugye ezért van egy ilyen mardosó önostorozása. És akkor elmegy ugye a királyi udvarban, részt vesz ezen a versenyen, és hát nyilvánvalóan több minden válik ebből az egészből, mint egy sima verseny a Shenong-tuk között, akik ugye a tanítványaik a Shenong-síknak, valahogy így van a rendszere. És hát igen, ugye bekerül az udvarba, udvari ármánykodások, politikai helyzetekbe kerülnek, és abszolút több lesz az az egész, mint egy sima versengés az ilyen tea mágusok között. Vagy tea mesterek, tea mester tanítványok között.
Alapvetően nekem nagyon tetszett ez a könyv. Eleve ugye egy másfajta világépítéssel dolgozik, mint ami mondjuk a megszokott, ugye hozott be új fogalmakat, újfajta világépítés, másfajtát, tényleg ezen van a hangsúly. Én azért ilyen keleti ihletésűbb fantazit kevesebbet olvasok, eleve ázsiai, konkrét ázsiai kultúrán alapuló műveket, meg még kevesebbet olvasok, tehát ugye amióta csinálom ezt a barangolást, azért már van egy pár ázsiai szerzőm, amit olvastam, de nem mindegyik volt azok közül sem kifejezetten ugye így az ázsiai kultúrára épülő akármilyen típusú kötet, úgyhogy nekem az ilyet mindig nagyon érdekes látni, és amúgy izgalmas is volt a könyv. Van egy ilyen faktor benne, hogy mikor kiderült, hogy ki volt a nagy genya, az egyik nagy genya, az úgy nem lepett meg, és számítottam rá, mert nem azt mondom, hogy kiszámítható volt, de szerintem már az ilyen könyvekben ezt nem lehet. Tehát olvastam már annyi könyvet, hogy tudom, hogy kb. Mik azok a csavarok, amik lehetnek, vagy mikre kell odafigyelni, vagy nem is tudom. És én ezt abszolút nem szoktam már bánni könyvekben, mert ilyenkor értelmesnek. Tehát hogyha rá lehet jönni arra, hogy ki a genya nekem, az mindig egy kicsit ilyen jó pont a könyvben, hogyha rájövök előtte. És nem azért, mert nem érzem hülyének magam, hanem azért, mert úgy gondolom, hogy ja, akkor voltak jelek arra, hogy itt valami turpisság van, tehát ezt jobban preferálom annál, mint hogyha a legvégén bedob valami random embert, hogy na, ő volt a gonosz, és akkor te meg így ülsz, hogy aha, oké. Na, igen, van benne romantikus szál is félig meddig, annyira nincs kifejtve, gondolom majd a második kötetben több mindent fogunk erről is megtudni. Érdekes volt nagyon ez a mágia rendszer, ez a teával varázsolós mágia rendszer is, meg hát ugye teafőzés. Szóval volt egy ilyen egészen különleges hangulata az egész kötetnek igazából. Nem mondom, hogy függő vége lett, nyilván nyitva lett hagyva a sztori a továbbiakban, ami ennek az első könyvnek volt a fő célja, az végig lett víve benne, és ezek után igazából kíváncsi is vagyok, hogy mi fog a második kötetben történni, vagy mi lesz a második fele ennek a történetnek, mert azért egy elég izgalmas folytatást épített föl a kötet, és összességében én tényleg nagyon elvesztem. És egyébként ez a kötet, ez a recenziós példány volt a 21. század kiadótól, úgyhogy ezt innen is nagyon-nagyon szépen köszönöm nekik, és nagyon tetszett is ez a könyv, úgyhogy nagyon örülök, hogy el tudtam olvasni. És egy nagyon-nagyon szép kötetről is beszélünk, tehát, hogy azért már szerintem eleve a borítója eléggé megfogja az embert, és aztán szerintem a történet is eléggé megkapó. Úgyhogy ezzel a kötettel most már Tajvanra is elbarangoltam, úgyhogy le tudom kaparni. Bár mindig a legkisebb országokból olvasok, úgyhogy megint körülbelül egy ekkora kis területet fogok lekaparni a kis térképemről, de nem baj, kis lépésekben haladunk. És hát köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!